torna közigazgatási területén van ennek egy jelentős része, ennek a tervezett kerékpárútnak. Nyilván utána az üzemeltetést mi a torna részéről át fogjuk venni, de én azt gondolom, hogy egy városnak kutya kötelessége a környező településekkel együttműködni, hiszen nagyon sokan jönnek Fácánkertből ide akár iskolába dolgozni, tehát nagyon fontos az, hogy biztonságosan kerékpárral meg tudják közelíteni a települést.